Kedves testvérek, a mai ünnepen, amikor Péter apostolt meg Pál apostolt ünnepeljük, ezeket a szentírási idézeteket olvassuk, ahol az Úristen különleges módon működött ennek a két apostolnak az életében, de szinte talán azt lehetne mondani, hogy a meghívásuk kezdetétől, haláluk pillanataig, folyamatosan, mindig különleges módon működött az életükben az Úristen. És lehet azt feltételezni, hogy még a meghívásuk előtt is, az életük folyamán. Az első olvasmányban ez a különleges csoda, ami nincs is máshogy talán a Bibliában sehol, hogy a Péter apostol a zárt ajtókon keresztül, a börtönnek a zárt ajtóin keresztül tud menni az angyallal. Úgy, hogy ő úgy látja, hogy az ajtó nyitva van, és közben az ajtó zárva van. És azért fontos ez a csoda, mert mi magunk is nagyon sokszor érezhetjük az életünkben bizonyos dolgokban úgy, hogy valami be van zárva, és nem lehet kinyitni, nem tudjuk kinyitni, vagy magunkat érezzük úgy, hogy börtönbe kerültünk valamilyen formában, és nem feltétlenül kell itt gondolni falakra, meg ajtókra, meg olyan börtönre, ahol őrök vigyázzák, hanem ez a börtön lehet különféle olyan helyzet, amit nem tudunk megváltoztatni. Lehet az egy saját betegségünk, lehet az egy családtagok miatt valamilyen helyzetbe kerülünk, és börtönben érezhetjük magunkat, és azt látjuk ebben a csodában, hogy ha az Úristen akarja, akkor megtörténik a csoda, és kivezeti őt a börtönből. Péter apostolnak ez azért volt nagyon fontos, mert vértanúsággal hal meg, és amikor elfogják, hogy megöljék őt, akkor az Úristen akkor is ki tudta volna vezetni, bármikor, de hogy az Úristennek más volt a szándéka, megengedi azt az élete végén, hogy az Úristen megengedi azt, hogy vértanú lehessen. Nem az Úristen teszi őt vértanúvá, nem ő öli meg, hanem a gonosz emberek, gonosz kezek, amelyek megölik a vértanút, az Úristen megengedi azt. És ez jelenti a mi életünkben azt is, hogy ha az Úristen megenged valamit az életünkben, akkor fogadjuk el. Nem azt jelenti, hogy nem kell változtatni rajta, hogy akárha szenvedünk valamitől, hogy nem kell mindent megtenni, hogy megváltozzon az a helyzet, meg kell tenni mindent, de hogyha már mindent megtettünk, akkor kell rábízni az Úristenre, hogy hadd legyen úgy, ahogy van. Szentleckében Pál apostolról olvasunk, ahogyan készül a vértanúságára, a halálára, és amikor így készül, akkor eszünkbe kell jusson az is, hogy ő is üldözte a keresztényeket. Ő is ott volt István diákonusnak a meggyilkolásánál, és mégis eljutott arra a szintre, hogy tudja az életét adni Jézusért. Sőt, látjuk azt is ebben a szentírás idézetben, hogy azt mondja, hogy ő megszabadít minden gonosz cselvetéstől, átment mennyei országába, hogy nem ennek a világnak a teste és dolgaik ellen kell harcolni, ahogy mondja Pál apostol, hanem a fejedelemségek ellen, a gonosz lelkek ellen kell az embernek harcolnia, és nem a test és a vér ellen. És itt azt is látjuk, hogy bízik az Úristenben, hogy ebben a harcban őt segíti. Az evangéliumban, amikor olvassuk ezt a tanúságtételt, akkor először az apostolok mondanak mindenféléket, hogy ki Jézus,
Keresztelő János, Illés, Jeremiás, valamelyik próféta, mondják a pletykát, mit pletykálnak Jézusról. És amikor konkrétan őket kérdezi meg, hogy ti kinek tartotok engem, akkor már nehéz válaszolni. És Péter apostol válaszol, és ebben a válaszban Jézus számára ez azt jelenti, hogy ezt a mennyei atya mondta Jézusnak, hogy magától nem jött volna rá, hanem a mennyei atya nyilatkoztatta ki Péter apostolnak, és ez azt jelenti az ő számára, Jézus számára, hogy a mennyei atya őt válassza a 12 apostol közül az elsőnek. Hogy miért választotta az elsőnek, azt nem tudjuk. Bizonyára volt valamilyen tulajdonsága, ami miatt válassza az Úristen őt. Lehet ez nyitottság az Istenre, lehet ez készség a bűnbánatra, az alakulásra, változásra. Lehet, hogy azért, hogy le tud mondani önmagáról, ne az ő tervei valósuljanak. De őt válassza, és utána Jézus azt mondja, hogy viszont te pedig szikla leszel. És ha kérdezzük azt, hogy milyen szikla, hiszen már a legkisebb üldözésben, amikor egy szolgáló leány azt kérdezi, hogy te is az ő tanítványai közül való vagy, már akkor nemet mond, hogy milyen szikla ez a Péter, de mégis látjuk azt, hogy a Jézus föltámadása után, a Szentlélek eljövetele után, amikor megszólal, akkor valóban úgy szólal meg, mint egy szikla. Úgy beszél Jézusról, úgy beszél az Úristennek a műveiről. És talán azt lehetne válaszolni, hogy ez a szikla, ez nem csak Péter, hanem a Szentlélek. A Szentlélek, aki jelen van Péterben, Péternek szüksége volt a készségére, hogy ő igent mondjon az Úristen akaratára, az Úristen rendelkezéseire, befogadja az Úristent, és amikor Péter apostol igent mondott és megkapja a Szent Lelket, akkor valóban tud sziklává válni. Mert Péter apostol a főpapnak az udvarában látjuk, hogy ki volt ő valójában, és az, hogy kivé tud válni, azt az első pünköstkor, a pünkösdi beszédében, amikor kiáll, akkor látjuk azt, hogy valóban olyan úgy beszél, mint egy szikla, akit nem lehet elmozdítani. És amikor akarják elmozdítani, Heródes azt gondolja, hogy ő a mindenható király, bármit megtehet, megölette Jakabot, börtönbe veti Pétert, akkor látjuk azt, hogy az Úristen az, aki sziklává teszi őt, és kivezeti a börtönből. Amikor látjuk Istennek ezeket a műveit, hogy hogyan alakul át egy ember, hogyan tesz tanúságot Istenről, hogyan tud az Úristen építeni egyházat, sőt a pokol kapui se vesznek erőt rajta egy emberre, akkor azt ünnepeljük Péterben, meg Pálban, Pál apostolban, Péter apostolban, az Úristennek a jelenlétét. És ilyenkor gondolunk magunkra is, hogy mi is szeretnénk ezt az Úristent, hogy ott legyen a lelkünkben, az életünkben, a szívünkben, hogy ő erősítsen meg bennünket. Tudjuk rábízni az életünket az Úristenre, és hogyha valami nem is úgy történik, ahogy mi szeretnénk, akkor is tudjuk magunkat rábízni. És tudni azt, hogy ő akármilyen rosszból is tud jót kihozni, ha nem is itt a földön, akkor a mennyek országában. Erre meghívás a számunkra mai ünnep, hogy befogadjuk azt a Szent Lelket, az Úristent, aki bennünket is sziklává tud tenni. Amen.